Szerusztok! Tényleg az elmúlt hónapom az nem az iskoláról szólt, hanem sokkal inkább a menekültekről. De hogy hogyan is csöppentünk bele, azt szeretném egy picit elmesélni nektek. Pannonhalmáról jövök, egy régi helyről, ahol a múlt és a jelen folyamatos párbeszédben van, ezt mint történelmi tanár is vallom. Egy bencés közösség lakik Pannonhalmán ezer éve, meg van a gimnázium, országos beiskolázású 350 fiú diákunk van a kollégiumban. És ebben a múlt és jelen párbeszédében fontos nekünk a hely szülöttje, Szent Márton, aki ugye ott született 1700 évvel ezelőtt. Szombathely is azt gondolja, de ők tévednek, szóval Pannonhalmán született Szent Márton, ezt rögzítsük. És minden évben megünnepeljük az ünnepét november 11-én, amikor nincsen tanítás, diákok nagy boldogságára. Kezdő tanár voltam az iskolában, amikor azon gondolkodtunk, hogy valami több kéne, most az szép, hogy akkor libacombot eszünk, meg finom ünnepi esemény van, na de hogyan ünnepeljük mi ezt meg? Hogyan is gondolkodunk erről? És akkor elkezdtünk gondolkodni azon, hogy mi lehetne az ünnepnek az értelme. Márton ugye katona ember volt, és katonaként vezényelték őt Pannoniából, Galliába, és télvíz idején, Ámien kapujában egy didergő koldussal találkozott. Megállt, leszállt a lováról, ketté vágta a köpenyét, és a félig mesztelen koldust beborította a köpenyével. Na, ez Mártonnak a megtérése, éjszaka pedig egy látomása van. A látomásban Jézus jelenik meg neki a koldus képében, és az evangéliumot idézi. Azokat a szavakat, amelyeket az ítélet napján hangzanak el, hogy jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba nektek készített országot, mert éhes voltam, és ennem adtatok, szomjas voltam, és innom adtatok, mezítelen voltam, és befogadtatok, idegen voltam, és befogadtatok, börtönben voltam, és meglátogattatok. És azt gondoltuk, hogy meg kéne nézni azt, hogy ma kit látna meg Márton ott Ámien kapujában. Ma kihez hajolna le? Ez egy hajléktalan ember lenne? Ez esetleg egy kirekesztett cigány, aki fűtetlen szobába fog nyugovóra térni este? Vagy ez egy gyengén látó, akinek segítségre van szükség, hogy átkeljene az úton? Kit látna ma meg Márton? És erre azóta kidolgoztunk egy projekt hetet, egy héten át az iskolában azzal foglalkozunk mindig, amit kiválasztunk, azzal a témával. És akkor minden a héten erről szól. Hívunk előadókat, akik a témáról beszélnek. Ez lehetett, nem tudom, volt egy afrikai kórház, volt a középpontunkban, és neki gyűjtöttünk. Volt olyan, hogy egy kárpátaljai, nagyon szegény iskolának gyűjtöttünk. Volt olyan, hogy a vakokra figyeltünk, akkor a vakok intézetéből jöttek vendégek hozzánk. Szóval akkor egy héten át a mozi, az előadás, minden erről szól, és jönnek vendégek hozzánk, találkozunk. Volt, hogy Tökörről, a börtönből ifjúkorra jöttek hozzánk, és akkor velük töltöttünk el egy hetet. És a történet itt nem is ér véget, hanem ugye a diákok, hogy jobban bekapcsolódjanak, gyűjtést is szervezünk, hihetetlen mennyire bele tudnak állni. Nem könnyű. Tehát volt olyan év, amikor éreztem azt, amikor meghirdettem a témát, hogy mondjuk idén a cigányságra fogunk figyelni, hogy egy ilyen fal fúzódik le köztem meg a diákok között, hogy nehogy már ezeknek gyűjtsünk. Mondtam, nem baj, innen szép a győzelem, és elkezdtünk beszélni a témáról. A végén 1 millió forintot gyűjtöttek össze a fiúk, ami a bolhapiacból, meg abból a vacsorából jött össze, amit ők maguk főztek, lemondták a saját vacsorájukat az iskolában, az ő gyűjtésükből. És utána ezt akkor elviszük az adományt személyesen, ami megint egy utóélet, amikor látjuk azt, hogy helyben
ezek hogyan is élnek, mit jelent az, hogy mondjuk a cigánytelep mögött lévő sertéstelepen sok mindenki dolgozhat, cigányemet oda nem engednek be, mit jelent az, hogy amikor ott guberálnak a személytelepről, és hozzák a vasat, és a rendőr elkapja őket, hogy te ezt honnan loptad. Szóval, hogy amikor ilyen élethelyzetekkel találkozunk, akkor nagyon sok minden kezd megváltozni bennünk. És azóta azt látom, hogy az iskolánk is átalakul. Tehát például ennek kapcsán lett egy projektünk, hogy akkor legyen minden osztályban egy cigány. Két szempontból fontos. Egyrészt az, hogy egy-egy kisgyereket ki tudok emelni, mondjuk Hencidáról. A másik pedig az, hogy a másik 35-nek iszonyatosan fontos az, hogy megélje az, hogy ugyanolyan osztálytársam, mint a többi, ugyanúgy tudok vele focizni, játszani, tanulni, hülyéskedni, összeveszni, ugyanolyan. És egyszer csak az egész légkör ezáltal elkezd így megváltozni. A tavalyi évben picit olyan természetes volt az akkor számomra, hogy a menekültek legyen a téma. Tavaly novemberben menekültekre figyeltünk, különös akkor sokkal könnyebb volt még, nem volt annyira megosztott az ország. És tényleg rájuk figyeltünk, vendégeket sikerült hoznunk Vámosszabadiból. Hihetetlen esemény volt, mondjuk a záró esemény, ezt elmesélem, mert nagyon szép volt. Elmentük a táborokba, és megkérdeztük azt, hogy ki zenél? És akkor hoztunk Vámosszabadiból, Bicskéről zenélő menekülteket, akik valamilyen hangszert tudtak játszani, egy hétig a mieinkkel együtt muzsikáltak, és ebből a végére egy koncert született. Nagy vállalkozás volt, mert hát most összejön vagy nem, összejött, felrettegen sikere volt a zene, közös nyelv. Ahhoz nem kell tudni se szírül, se nem tudom milyen nyelven, hanem egyszerűen a muzsika az átjárt mindenkit. Na, ez volt azt mondanám, hogy az érzékenyítés, ami bennünk volt és dolgozott a közösségben. És akkor hát, ahogyan így az országra rászakadt ez a menekült áradat, akkor nyilván erről tovább gondolkodtunk, beszélgettünk. És akkor egy ilyen nagyon fontos mondatot úgy megfogalmaztunk egymás között, hogy az nem fordulhat elő, hogy Pannonhalmára eljön egy menekült, egy ember, család, akárhány, és segítséget kér, és kint maradjon az utcán, a szabad ég alatt. Az lehetetlen, hogy ekkor ne nyissuk meg az ajtónkat, és amink van, azt ne osztuk meg vele, hogy legyen fedél a feje fölött, valami mosdó, meg valami tál ételt kapjon, tehát hogy az lehetetlen, hogy kint maradjon. Ez így ilyen evidencia lett. És hát tudjátok, mint pap időnként beszélnem is kell prédikálnom, és az irgalma szamaritánus példabeszédet eléggé elővettem, hogy nagyon foglalkoztatott, és úgy többször beszéltem róla, hogy augusztusban már. És hát én ezt ma úgy olvasom, ezt a példabeszédet, hogy egy ember elindult Bagdadból Berlinbe. Útközben a rablók kezébe került. És ezek a rablók ott vannak úton, útfélen, az, aki 400 euróért viszi el Röszkéről Budapestre, az rabló. Az a trafikos, aki Győrben a menekültnek a telefonját árammal 10 000 forinttért tölti fel, azt gondolom, hogy az rabló. Tehát ezek ott vannak. És ott vannak a példabeszédben szereplő pap meg levit, aki látja, hogy ott van az összevert ember, csak úgy elkerüli. Hát sokan úgy elfordítjuk arcunkat, és úgy ott hagyjuk. És az egyetlen, akit Jézus elénk állít, hát az a szamaritánus, a lenézett, megvetett, aki odafordul hozzá, és segít rajta. És azt gondoltam, hogy nem lehetünk mások, hogyha magunkhoz hülyek akarunk maradni. Nagyon sokat mesélhetnék arról, hogy hogyan érkeztek, kik jöttek. Az, ami döbbenetes élmény volt nekem, hogy a bizalom bizalmat szül. Tehát mikor az első menekültek így éjszaka közepén befogadtuk őket, és improvizáltam, hogy akkor hát a torraterem előterébe, akkor ott van vizesbok, minden van, matrac, hálózsákot gyorsan kerítettem, hogy így befogadtuk. Annyi jó szándékot kaptunk, annyi segítséget. Egész nap szólt a telefonom, hogy mire van szükség, ruhára, élelemre, autós segítségre, hányat hozzunk honnan. Tehát hihetetlen, egyszer csak ott voltunk az események középpontjába, és ez a segítség, ez Budapesttől Bécsig, Szombathelyen át, Röszkéről, mindenhonnan jött.
ahány menekült Panahamár érkezett, maximum egy éjszakát töltött nálunk, megpihent, kimosta a ruháit, stb. És másnap már Bécsbe el tudtam jutatni őket, ezek inkább családok voltak. Nagyon sok tömegképet lehet látni, én inkább egy családról picit többet beszélnék, velük több időt tudtam eltölteni, mert késtek a segítők, akik Bécsbe vitték el őket. A férfi ember, akit befogadtunk, Ahmed, ő mérnök, Szíriából jött, Aleppóból. A felesége Nora, kórházi laboráns, három gyermekük van, meg az unokatestvérük. Megkérdeztem, mégis mennyi idő alatt jöttek el Aleppóból Pannonhalmára? 17 nap. 17 nap, szerintem iszonyú gyors. Miért jöttetek el? És akkor elkezdték így mesélni. Hát az úgy volt, hogy egy rossz gomba, szóval meg mindegy, hogy a háború egyszerűen ránk szakadt, ezt mesélték. Jött a háború, és egyre közelebb jött, és egyszer csak a szomszéd házat felrobbantották. Aztán a harmadik házat is felrobbantották. Aztán a mérnökembernek egy dobozgyára volt, azt is felrobbantották. Aztán az iskolába a gyerekosztálytársának a lába volt lelőve, majd a keze volt, és utána azt mondták, hogy nem volt egy talplatni hely az országban, ahol ne féltek volna. De mindenhol féltek. Azt mondták, hogy amikor már nem volt se víz, se áram, élhetetlen volt. Egyszerűen nem mertek már hol létezni. És azt mondták, hogy muszáj elmennünk. Nem akarnak itt maradni Európában. Azt mondják, hogy amint béke lesz, ők szeretnének visszamenni a hazájukba. Adja Isten, hogy ez megtörténjék minél előbb. Ez az ember, amikor bevittem a könyvtárba, mert több időnk volt, és beszélgettem vele, egyszer csak mondja, hogy igen, 3000 könyvet hagyott otthon a házában. Volt egy kopt szentírás, kíváncsi voltam, hogy mit kezd a dologgal, nem mondtam neki semmit, oda ment, elolvasta, második során mondta, el tudta olvasni, ez egy 800 évvel ezelőtti írást, és azt mondta, igen, ez a szentírásból van. Jó, hát ezek ők. És látom, hogy az időm is megy. Mit tehetek, merül föl a kérdés, mert hát nem mindenki Pannonhalma, mert nem mindenki van ilyen helyen. Azt gondolom, hogy mindenki tehet valamit. Egy jó szót szól. Van, aki tud osztani ételt, van, aki italt, van, aki ruhát tud vinni, van, aki adományozni tud. Van, aki egy nagyon kedves példám, ez a kutyás néni, ez egy özvegy asszony a keleti mellett lakik, aki annyit tudott csinálni, hogy minden nap, amikor délután vitt a kutyáját sétálni, lement a menekültek közé, a gyerekek oda mentek, megsimogatták a kutyust, eljátszottak vele, és nagyon boldogak voltak, hogy akkor egy két órán át picit el tudták felejteni talán azt a traumahalmazt, amiből jönnek, és a néni is boldogan ment haza, hogy valamit ő is hozzátetett ahhoz a naphoz. A utolsó napokban, amikor még itten Röszkéről jöttek hozzánk emberek, akkor a testvéremet fogadtam Győrbe, Budapestről jött vonattal, és a keletiben vonatra felszállt, a utolsó vagomba akart beszállni a menekültek közé. Mondták a vasutasok, hogy ne odaszálljon, az nem magának van. Mondta, hogy oda szeretne szállni, de az nem magának van. Van jó a maga felelősségére. Hát bejött közéjük, beszélgetett ottan útközben, pedig Győrben vártam, és hogy leszálltak, hogy Győrben ottan a pályaudvaron, elég megrázó látvány volt. 15 készenléti rendőr fogadta a csapatot. Felálltak előlőtt, ögéjött így be voltak fogva, és gondoltam, hát akkor ott maradunk mellett, hogy megnézzük, hogy mi történik. Semmi baj nem történt, de mégis olyan félelmetes volt az egész. Átkísérték őket a 6. peronról le, aluljáron, másik oldalt föl, aztán az első peron, és ott a másik oldalon beszálltak. Azt szaladgáltak az önkéntesek, adtak nekik vizet, sok kolléga, láttam ott a közöttük, nagyon jó élmény volt. És hát ugye voltak ott családok, kisgyerek, és nehéz volt átmenni, úgyhogy akkor a testvérem is megfogott egy bőröndöt, meg én is egy másikat találtam, aztán segítettünk neki, és picit ottan beszélgetett a mellette haladó asszonynal. És akkor egyszer csak láttam, hogy az asszony egy ilyen szóváltás után itt teljesen megrendül, könnyes a szeme,
és nem is akar tovább menni. És akkor utána megkérdeztem, Feri, mit mondtál? És akkor azt mondja, hogy hát na, hálálkodott az asszony, és azt mondtam neki, hogy la shukr ala wajib. A kötelességért nem jár köszönet. Azt gondolom, hogy amikor adunk egy pohár vizet a szomjazónak, egy hajléktalan embernek tekintek, és köszönök neki, vagy a zsemlémet megosztom vele, vagy a fölös kabátomat odaadom neki, vagy egy vakot átsegítek, vagy egy menekültet, ahogyan tudok, úgy segítek, akkor csak a kötelességemet teljesítem. Köszönöm.